Sziasztok, ez itt az Esély Lesőként, Bíró Dánydög, itt van mellettem Haraszti Ádám és Szabó Pít is. Sziasztok! Sziasztok! És a mai napot kezdjük szintén a Premier League-gel, óriási csúcsrangadó, Liverpool, Manchester United első, a második ellenet, és ugye a Manchester United. Hát az első. A Manchester United az első. Na, kezdjük ezzel. Mit gondolunk azzal kapcsolatban, hogy a Premier League-et a Manchester United csapata vezeti, hát évek óta először. Jogos és igazságos, hiszen ők gyűjtötték eddig a legtöbb pontot. A tabella nem hazudik. Mert a tabelláról tudjuk egyébként, hogy hazudik, főleg, hogyha a csapatok teljesítményéről beszélünk. Azért bármennyire is lehet, hogy ezt zokon veszik majd páran, de ez a Manchester United azért annyira nem jó, hogy egyértelműen vezesse a tabellát. Persze most jó formában vannak, de hát hogyha az összteljesítményüket nézzük, akkor még mindig nem mondanám ki azt, hogy ők bajnok esélyesek. Megnyerhetik a bajnokságot, nem azt mondom, mert Leicester City is megnyerte. Ott azért kicsit még jobban pörgött a Magdaláló, mint itt a United esetében, de az tény, hogy mióta veretlenek a bajnokságban, és novemberben az Arsenal elleni meccs volt az utolsó, amit elveszítettek, azóta övék a legjobb támadósor az egész ligában, és ez kétségtelen. Viszont hogyha ezt a védekezést mondjuk mellé teszem, akkor már nem olyan jó a helyzet. A védekezésük az erős közepes, és ez a kettő együtt így XG különbségben például a liga 5. helyre elég. És most csak a novembertől tartó időszakot néztem, ha az azt megelőző meccseket is néztem, akkor kicsit rosszabbul állnak. Tehát még ebben a nagyon kiemelkedő periódusban sem mondható ki egyértelműen, hogy a United a liga legjobb csapata lett volna, sőt, hát mondom, az 5. legjobb volt maximum. Nem tudom, nekem ilyen nosztalgikus érzéseim támadtak, akkor már eleve, amikor arról beszéltek, hogy hú, igen, hogyha nyernek a Burnley ellen, akkor igen, ismét az élen, és belegondoltam tényleg, hogy olyan furcsa így nézni a Premier League-et, hogy nem is sejtett, vagy nem is gondoltad azt tényleg éveken keresztül, hogy igen, az United megérdemelni, hogy a közelében legyen annak egyáltalán, hogy ott legyen az első érmek, hogy valóban a bajnoki címért küzdjön. Az, hogy igen, ez az érdekes kérdés, amit Pitt is feszeget, hogy valóban a bajnoki címért tud-e küzdeni majd ez a Manchester United az idén, és ezzel kapcsolatban nekem is vannak kétségeim, főleg, hogyha megnézzük, hogy azért a City sincs olyan nagyon messze, hogy ezzel még óvatosan kell bánni, de ezzel együtt is ez nyilván nagyon szép dolog, és igenis persze örüljenek neki Manchesterben. Aztán nézzük meg hát, hogyha meg tudják óvni ezt a pozíciót a Liverpool ellen. Meg a szurkolókat nyilván higgyék el, mert az a dolgunk, hogy elhiggyék, meg szurkoljanak, nekünk meg más a dolgunk. Jó, azért az talán tény, hogy nagyon rég volt akkora esélye Manchester Unitednek a Liverpool ellen, mint amekkora most volt, és teszem hozzá azt is úgy, hogy a Liverpool most rossz formában van, meg persze 4 éve veretlenek otthon, de pont ez az, hogy előbb-utóbb ennek meg kell szakadnia, és egy történelmi pillanat lehet akár ilyen tekintetben is. Volt ekkor esélye a Unitednek az utóbbi években? Azért ekkora talán volt, mert a csapatai vagy a keretei a Unitednek nem voltak rosszak feltétlenül az utóbbi években sem. A játék igen, az bőséggel adott kívánivalót maga után abszolút. Maximum tényleg itt a Liverpoolnak az utóbbi néhány meccs mutatott teljesítmény, hogy az idei évet látva mondhatjuk azt, hogy igen, leesett. De nem, tehát nem érzem azt, hogy olyan kiugróan sokkal nagyobb lenne most a Unitednek az esélye, mint az elmúlt években bármikor. Mondjuk azt nézzük, hogy a Liverpoolnál ebben a szezonban 17 meccsen eddig 10 különböző belső védő páros állt össze, és mondjuk a számszerűen ellen, mikor már így Henderson-Fabinho kettős van hátul, az egyébként, és ez nem a védekezés kárára megy a Liverpoolnál, tehát ezt hozzá kell tenni, mert a támadásoknak a felépítése sokkal lassabb azáltal, hogy az építkezésben jó és a kontrák levédekezésében jó védőid nincsenek ott a pályán, a legjobb középpályásaidat meg hátra kell vonnod a védelembe, tehát mindenhonnan elveszítesz valamit, és emiatt kicsit kiszámíthatóbb és lassabb a Liverpool játéka, ami meg a támadó harmadban okoz inkább problémákat, hát az utóbbi mérkőzéseken a góllövés nem igazán jött össze. Jó, hát a Newcastle ellen volt a Salahnak 2 zicsere, amiből megnyerhették volna a meccset, de hát a Southampton meg a West Brom ellen, de hát minden volt, csak meggyőző támadó játék, nem? Igen, és az a fő probléma, hogy most oké, az elmúlt 3 meccsen 1 gól és 2 pont jött össze, de inkább az, hogy a helyzetek a minősége csökkent, esett vissza nagyon-nagyon nagy mértékben. A mennyiség megvan, csak a minőség nincs, és ez nagyon-nagyon fontos. Nem, kilőtték magat a Palace ellen. Szerintem a mennyiség is visszaesett, ez nagyon érdekes például Salah esetében, aki meg egy ilyen tipikus volume játékos, tehát neki sok lövés kell a gólhoz, legalábbis az előző szezonok alapján. Ebben a szezonban viszont ugye úgy lőtt 13 gólt, jobbból lőtt 11-es, de hogy kevesebb lövést vállal jóval, mint az előző években, viszont jobban használta ki ezeket a helyzeteket. Na most például a Newcastle ellen, vagy akár később a Sottonnal is kijött az, hogy ez kezdik kiegyenesedni. Tehát azok a távol lövések, amiből például a Crystal Palace ellen betelt, azok nem fognak mindig bemenni. Tehát most ezt látjuk, hogy nincs rendben a védelem, miatt nincs rendben a középpálya, és a középpálya nincs rendben, ezért a támadóknak is kevesebb lehetőségük van egyébként a gólszerzésre. Ugye minden összefügg, és egyébként ezért van az, hogy a Liverpool hát jóval sebezhetőbb, mint az elmúlt években bármikor.
ez egy átmeneti rossz széria szerintetek, vagy ez hosszú távon egyértelmű, ki fog egyenesedni, vagy azért vannak gondok a Liverpool-al kapcsolatban? Én azért ez inkább átmenetinek gondolnám, főleg azok miatt a gondok miatt, amiket Pitt is részletezett. Nyilván ebből mondjuk Van Dijk esete az különösen érdekes, és szépen végigmegy, ahogy azt Pitt is mondta, tényleg az egész csapaton ennek az egész ilyen hullámszerűen. Nem gondolnám azért, hogy nagyon kéne félteni a Liverpool, de ez kétségtelen, hogy ezt az időszakot azért most megsírja a csapat. Nyilván a sérülések a gondok, de ezek hosszú távú sérülések, tehát Van Dijk vagy Gomez jó eséllyel ebben a szezonban már nem lépnek pályára, vagy csak nagyon a vége felé. Hogyha összeáll ez a Matip Fabinho duó, akik ugye a labdakihozatalokban is nagyon jók, de ez a védekezésben is ellátják a feladatokat, akkor azért olyan nagy gond nincs, de hát a Matip nem tud két mérkőzést egymás után lejátszani. És a hírek meg úgy szólnak, hogy januárban nem fog középhátért igazolni a Liverpool, egyrészt azért, mert ők úgy igazolnak, hogy hosszú távra filozófiába beleillő játékos, tehát rövid távú megoldást nincs értelme hozni, hosszú távú megoldás meg drága. És jelenlegi Covid helyzetben meg ezt ők sem igazán engedhetik meg maguknak. Egy jó kölcsönopció lehetne egyébként megoldás ilyen esetben, csak most így nagyon nehéz olyan játékost igazolni még fél évben. Nem, pont ezért, tehát nekik ilyen kölcsönopciók egyszerűen nem játszanak, mert minek? Mire beleszokna abba a játékba, mehet is vissza, semmi értelme. Viszont Thiago Inéz ki visszatért, és szépen fokozatosan épül is be a csapatba, talán ezen a mérkőzésen már 100%-os állapotban lehet. Na viszont az ő szkíjai, az ő játéka nagyon-nagyon fontos lehet a mérkőzés szempontjából. Pont ezeket a gondokat is tudja talán enyhíteni egy kicsit, amit ugye Pitt is emlegetett, főleg itt talán labdakihozatalokban, meg a támadás szervezésben, akár a minőségi helyzeteknek a kidolgozásában is, mert nyilvánvalóan ezért is hozták Thiagot ide. Hát amikor a Newcastle ellen beállt, gyakorlatilag minden megmozdulása élmény számba ment. Más kérdés, hogy a Soton ellen meg ugye Thiago játszott baloldali 8-as, és baloldalon rendben is volt a Liverpool támadásban, tehát jobb oldaluk meg nem létezett. Pont azért, mert Henderson védőt játszott, nem jobb oldali 8-as, de még csak nem is 6-ost. Hát Oxlade-Chamberlain meg a támadás építésekből nem fogja kivenni a részét, ezért meg Alexander Arnoldnak kell nagyon mélyen játszani, az meg nem jó, hogyha Alexander Arnold mélyen játszik, úgyhogy mondom, minden összefügg gyakorlatilag mindennel, és ebből ki is jön az, hogy a Liverpool miért nem nagyon tud nyerni az utóbbi hetekben. Tekintsük át a Manchester Unitednek a középpályára, nyilvánvalóan Fernandes a legfontosabb ember. Szerinted a Liverpool szempontjából cél lesz az ő kikapcsolása, vagy inkább a saját játékukkal fognak foglalkozni? Kifejezetten jobb kell nyilván Bruno Fernandessel is foglalkozni, de azért van ott egy Pogba is, aki mostanában ráadásul játszik és ráadásul jól is játszik, úgyhogy így egyetlen egy ember, meg egyébként sem gondolom azt, vagy egyébként sem jellemző ez kifejezetten a Liverpool játékára. Tehát Fernandesen is már látszódnak olyan jelek, hogy a csapágyasra van járatva rendesen, például a Manchester City-en Liga Kupa meccsen, hogyha nála is volt a labda, akkor nagyon tompán játszott, meg nyilván a Liverpoolnak az lesz a célja, hogy hozzájusson el keveset a labda, és a Liverpool játékával azért ez benne is van, hogy ezt megcsinálják. Mondom, itt a sérültek megint szerepet játszhatnak, hogy mennyivel lesz más a játékuk. De ugye Pogba szerintem itt a nagyon fontos, aki főleg decemberben hát úgy játszik, hogy mindenki várja, hogy játszon. Helyzeteket alakít ki, lő, gólokat szed, és itt egyébként Szulsát meg kell dicsérni, neki volt egy nagyon jó húzása, amikor ebben a 4-2-3-1-ben kirakta Pogbát konkrétan bal szélre. Tehát nyilván nem szélsőt játszik, hanem befelé 20 kvázi a fél területben mozog, abban a területben, magasan, a támadó harmadban, ahol a Juventusban is játszott. Ott ugye egy középpályás hármasban volt ez a szerepe, itt a szélre jön befelés területet nyit Luxónak. És ez nagyon megdobta a számait Pogbának, viszont ennek meg az az ára, hogy Rashfordnak a jobb oldalon kell játszani, az meg tőle elvesz. Úgyhogy ez egy ilyen érdekes kompromisszum, ugye legutóbb Pogba például megint a középpálya a közepén szerepelt. Ez egyébként egy tényleg érdekes kérdés, hogy Rashford, és egyébként Cavani is bekerült, és Martial került ki főleg a bal oldalon, mondjuk a legutóbbi találkozón például, hogy mi itt a legjobb opció, mert egyébként nyilván vannak nyertes szituációk, de azáltal mindig kompromisszumot kell kötni negatív irányba is. Hát most Cavani kevésbé látnám a Liverpool ellen a kezdőben egyébként is. Tehát, igen, szerintem is Martial fog kezdeni csatárként, és Pogba nem a középpályán fog játszani, maximum megint a szélen, össze fog állni a McTominay-Fred középpálya ismételten. Még egy fontos kérdés, Amad Diallo szerződtetése megoldhatja itt a jobb szélső gondokat hosszú távon, vagy azért ne várjunk tőle csodákat? Hát hirtelen biztos nem. Tehetséges srác, gyors, jól cselez, jól lehet a pályán, nyilván az Atalantában összesen nem volt 90 felnőtt perce, de az utánpótlás ligákban nagyon jó teljesítményt nyújtott, tehát nyilván ezért is figyeltek föl rá, nagy prospekt. Valószínűleg fog játszani a felnőtt csapatban már ebben a szezonban, de hát nem tőle kell most várni a megváltást vagy a szintlépést. Folytassuk az Arsenal Newcastle találkozóval, és ez egy nagy visszavágási lehetőség egy Newcastle-nek a kupában való vereség után. Lesz-e visszavágás szerintetek, főleg látva itt a Sheffield elleni teljesítmény? Csak nem. Nem. Oké. Az Arsenal szempontjából érdekes fejlődés történt, mégpedig azért, mert így az öltözőbe szétöztek, és így nézd már ott egy 10-es játékos, illesszük be, és azok elkezdett működni, és a csapat.
Ez kicsit ilyen menekülési, vagy tényleg ilyen vészhelyzeti megoldási jellege is volt, meg az is benne volt, nyilván Emil Smith-Rowe sem volt, ugye megsérült aztán ezen a Milton Keynes elleni barátságos mérkőzésen, még a nyáron így kezdte a szezont, aztán az Európa Ligában kezdte bedobni Artetát, aztán azt vette észre az ember, hogy amikor ez a gyerek játszik, akkor az Arsenal nyer, és nem volt nehéz tényleg észrevenni ilyen szempontból ezt a mintát. Meddig tud ez nála kitartani, itt nagyon kíváncsi leszek, meg, de alapvetően meg örömteli, meg tényleg azt érdekes látni, hogy muszáj volt Gyártetának is eljön az a pillanat, hogy látta, hogy van egy csapat az Európa Ligában, amelyik úgy egészen formás játékot is mutat, meg hozza is a mérkőzéseket, és elkezdett egyre több bizalmat szavazni ezeknek a játékosoknak most már a bajnoki meccseken is, és tök vicces volt látni a kupában, hogy Pepe meg Willian kezdett például, és úgy tűnik, hogy például Emil Smith-Rowe. És hát látszott is a teljesítmény, hogy Pepe meg Willian kezdett, és nem Smith-Rowe meg Saka. Igen, és úgy tűnik, hogy őket kell tartalékolni a bajnokságra. De mi lehet az oka, hogy Arteta eddig nem használta Smith-Rowe-t? Most vagy lehet, hogy Smith-Rowe-nak ez a néhány mérkőzés, az így megdobja igazából nagyon a számait, és vissza fog esni nem, egy kicsit? Vagy ő tényleg egy ilyen generációs tehetség, akit így nem foglalkoztatott eleget az Arsenal? Hát amit Ádi is mondott, ugye sérült volt ő a szezon elején, meg neki az egész pályafutását azért beárnyékolták ezek a sérülések, abszolút. Tehát ő nem most került elő itt az Arsenal. Hát ugye kölcsönvett a Lipcsek így évvel ezelőtt. És ott is alig lépett pályára, mert megsérült. És ott meg is akarták venni egyébként végleg, ugye már Emerynél is játszott az Európa Ligában, gólokat szerzett az Európa Ligában, volt neki már az előző szezonban is kezdőként Premier League meccs, még Ljungberg dobt be az utolsó mérkőzésre, mert átvette az irányítást, de egyébként azért hozott változást ezeken a mérkőzéseken, mert ő egy tízes. Fel tudja tölteni a pálya közepét, és ezzel ki lehet védeni ezt a ilyen nagyon passzív, unalmas, U-alakú labdajáratást. Intelligens játékos, tehát érzi a területeket, hova kell bemozogni, hogy kell összejátszani a többiekkel, és fel tudja gyorsítani a játékot, kevésbé ez kiszámítható az Arsenalnak a futballja, és az ő jelenléte, már csak a jelenléte is közvetetten jót tett például Lacazette-nek is, akinek ebben a három védős idézőjelben, három védős rendszerben kvázi a visszalépésével neki kellett feltölteni a középpályát a támadó harmadban, de nem volt kivel összejátszania. Most a visszalépeget ott van neki Smith-Rowe, ott van neki Saka, aki jobb oldalról szerintem sokkal jobb teljesítmény nyújt, mint a balról, ahogy ő is bemozog a vonalak közé és kezdeményező összjátékot. Mondom, ez jól néz ki, de hát nyilván ez kevés, meg nem húzhatott fel Smith-Rowe-ra az egész szezonadat. Hát főleg úgy, hogy abszolút benne van tényleg bármikor egy valami olyan sérülés, ami egy-két hétre, egy-két hónapra kidől, és akkor meg... És akkor jön Willian. Hát vagy ilyen Lacazette, mint a Rapid Wien ellen az Európa Ligában. Jó, hát ez nyilván, meg nyilván azt vegyük hozzá, hogy az Arsenal a Chelsea elleni meccs után az erősen verhető kategóriába tartó csapatokkal játszott, hogy itt még azt nem tudjuk, hogy a Crystal Palace-szal mit játszottak csütörtök este, vagy mit játszanak csütörtök este, nyilván is egy kötelező győzelemnek kell lenni ezzel a Newcastle-i meccsen együtt, de hát utána jön majd a Southampton, a Manchester United, a Manchester City, a Leeds, tehát ott megint bedurulnak a dolgok, aztán majd meglátjuk, hogy hol tart ez a csapat valójában. Azok azért mégiscsak olyan mérkőzések, amikor rendbe lehet hozni a csapatot, rendbe lehet hozni a keretet, újra megjöhet az önbizalom, és az egyébként rendkívül fontos, ezeket nehéz számba mérni, de látszódhat a pályán, főleg hosszabb távon. A másik érdekes dolog, hogy visszatérhet Gabriel Magalhães és Thomas Partey is. Látjátok őket a kezdőben ezeknek ellenére? Partey egyértelmű. Partey abszolút. A védelem érdekes ebből a szempontból, mert azért Pablo Mari érkezése is, minthogyha jelentene, kezdene némi stabilitást adni a védekezésnek. Holdingnak meghosszabbították a szerződését, ezt így fél évvel ezelőtt sem feltétlenül láttam volna nagyon érkezni. Ez ugyanolyan közel került ahhoz, hogy pont a Newcastle-hoz kerüljön még a nyáron. Kvázi az utolsó pillanatban vétózta ezt meg Arteta, és egyenlő bejött, mert Holdingnak szerintem tök jó szezonja van, ő egyébként is szerintem nagyon stabil védő. Tehát nem tudom, ki emlékszik rá, amikor volt neki ez a súlyos térsérülése, előtte szintén már alapember volt, emberénél is jó teljesítményt nyújtott. Nyilván nem egy ilyen látványos védő, meg nem fogadni a 40 méteres pontos keresztlabdákat, de hogyha jó rendszerre berakod, akkor ő egy jó játékos, és Marival meg valóban jó párost alkotnak, úgyhogy viszont Gabrielnek akármennyire jó teljesítményt is nyújtott eddig, most abszolút nincs garantált helye a kezdőben. Kijelenthetjük, hogy az Arsenal kijött a gödörből? Hát ahhoz képest mindenképpen. Hát hamar vissza is kerülhet oda. Oké, akkor még a peremen táncol. Valahogy. Rendben. A Newcastle csapatáról azért nem lehet feltétlenül azt mondani, hogy ez egy bombájú támadó csapat, de legalább védekezni se tudnak kifejezetten. Tehát, hogy igazából ennek a csapatnak a kieső pozíciók valamelyikében kéne szerepelniük, és ismét azt látjuk, hogy egy kicsit hazudik meg csal a tabella, mert nem ott szerepelnek. Mely jobb játékosaik vannak annál szerintem, és jól is igazoltak, de Jamal Lewis, vagy éppen Callum Wilson tök jó fogás volt a nyáron, de ugye Ryan Frazert is, hogy ingyen megszerezték, bár ugye ő eddig nem sok mindent mutatott a szarkáknak a mezében, de hát ez a
Hát most az ellensírer írt például a diátletikben. Pont ezt akarod, hogy ez gyakorlatilag most az összes bánat. Az éves ellensírer rend az most az etletikben jelent meg. Hát az valami szomorú volt olvasni, de hát minden igaz, amit ott leírt. Tehát semmilyen cél nincs a csapatnál, semmilyen játék nincs ennél a csapatnál, semmilyen koncepció nincs ennél a csapatnál. Hát az nyilván, korszak. Nyilván azt se tesz jót, ez a tulajdonosváltás sem történt meg, hogy még mindig Steve Busz az edző, aki egy az egybe kijelentett, hogy hát gyerekek, van. Eszkő szeretni, ez lesz még egy ideig, kész. De reménykedjetek, és úgy is játszik ez a csapat. Jó, hogy néha az elmúlt meccsekkel megpróbáltak így letámadgatni, például itt a Liverpool vagy a Leicester ellen, de hát a Liverpool-nál megvoltak a helyzetek, hogy kikapjanak, a Leicester ellen meg ki is kaptak, de hát egyébként meg így semmit nem csinálnak. Tehát én nézem a meccseiket, és nem tudom eldönteni, ezek hogy lőnek néha gólt. Jó, a Callum Wilson-t néha tudják futtatni, meg valahogy megjátszák, és nyilván az sem segít, hogy nincsen Sam Maximán, aki azért fel tudja cipelni akár a saját 16-osától is a labdát az ellenfél 16-osáig, ugye a Covid-nak egy ilyen elég komoly áldozata, nagyon hosszú ideig tartott a felépülése, és meg a szövődményei miatt is ő nincs abban az erőállapotban még, hogy játszon. De hát az se sokat segíten ezért, hogyha ott lenne a pályán, így beállnak védekezni, ott vannak egy ilyen 5-4-1-es felállásba többnyire, és aztán vagy betalál az ellenfél, vagy nem. Nyilván nehéz egy ilyen fal ellen, de hát én komoly elképzelés nincs a játékukban. Folytassuk az Eibar Atletico Madrid találkozóval. És azoknak mondom, akik nem nagyon követik így a La Ligát, hogy az Eibar az nem egy ilyen unalmas kis csapat, hanem egy kifejezetten izgalmas focit játszó csapat, akik nem adják fel az elveiket bárki ellen, és fociznak. Tök jó. Tényleg. De nyilván de a keretük azért nem kiugró. Tehát ugye az a Kike Garcia egyébként hosszabbított itt most szerződést, aki a legeredményesebb támadójuk, de hát nem lőnek sok gólt, azért olyan sokat nem is kapnak, hanem van ez a jó pressing foci, amit nagyon jól megszerveznek, és ez működik, tényleg mindenki ellen ezt játszák, és emiatt én nagyon szimpatikus benyomást keltenek, kieséssel igazából nincsen gondjuk, feljebb igazából nem tudnak lépni, de úgy jól el vannak a középmezőnyben, és nem ilyen, hát ők nem fosfaragással érik ezt, tehát tényleg szimpatikusak. Ilyen szempont meg abszolút spanyol iskola, és tök jól látni, hogy azért vannak ilyen csapatok lejjebb is a La Ligának a táblázatán, és ezért is tök jó azt is látni, amikor látsz egy spanyol edzőt kiszabadulni, mondjuk, hogy tényleg mit tud művelni akár más országokban is a csapataival, vagy utánpótlásban például nagyon jó munkát végeznek. És azt látod az Eibarnál is, hogy igazából bárki ellen tudnak azért olyan meccset lehozni, meg akár olyan eredményeket is, amit akár még a későbbiekben lehet döntő szerepű is, mondjuk majd itt a bajnoki címért folytatott küzdelemben, ha lesz egyáltalán ilyen küzdelem az idén persze. Hát reméljük, nem, de hogyha belegondolunk, ugye a Barcelonával X, Sociedaddal X, és a Sevillát meg is verték, és nekik nem feltétlenül a nagyobb csapatok ellen, vagy a játszó csapatok ellen van problémájuk, hanem inkább a sündisznő felállásba váló csapatok ellen, nem tudom mit kezdeni. Akiket nem lehet lepresszingelni, és ahhoz még nincsenek megfelelő játékosaik, hogy feltörjék a védelmet. És ezért lehet érdekes, hogy Diego Simeone milyen taktikát választ. Igen. Ugye? Tehát, hogy ők nyilván ők az erősebb csapat, hogy ők most akkor nekiállnak futballozni, vagy maradnak a 4-4-2 mellett. És az érdekes lehet. Simeoneból simán kinézem, hogy miért akarna futballozni, meg hogy ez tud menni az ő csapatának most akkor. Hát nyilván valamilyen szinten kellene futballozniuk, mint listavezető, és hát valahogy meg kell nyerniük ezt a mérkőzést, azért annyira nihilistának Simeone csak gondolom, hogy beállt kontrázgatni az Eibar ellen, lehet, hogy a Sevilla ellen például az a hétközi mérkőzésen ez működött, tehát például egy ilyen 6-3-1-ös felállásban védekezett gyakorlatilag az Atletico Madrid a meccs nagy részében. De egyébként ez az érdekes szerintem itt a Simeone csapatával kapcsolatban, ugye évekig megszoktuk ezt a 4-4-2, jó néha 4-4-1-1 esetleg, vagy Griezmann játszott a közvetlen a csatár mögött kvázi ilyen árnyékékként, de hát ebben a szezonban gyakorlatilag meccs szituációtól függetlenül is változik a felállás. Ugye említettem most a Sevilla ellen védekezésben volt ez a nagyon masszív 6-3, hogy lezárták a széleket is, de azért ott volt a pálya közepén is az a hármas, aki nagyon sokat futott és nagyon sokat váltott ki szintén a szélekre, de hát a támadásban meg ez átalakult most 4-3-3 már volt, hogy ez 3-4-2-1 volt, és persze voltak azok a meccsek, amikor játszották ezt a klasszikus 4-4-2-t, úgyhogy szerintem sokkal sokoldalúbb, és ezáltal az ellenfelek számára is valamennyire kiszámíthatatlanabb lett az Atletico Madrid játéka, miközben egyébként a klasszikus erényeiket például védekezésben sikeresen megtartották, úgyhogy ez nekem ez a fejlődés történet, ez nekem nagyon tetszik, amit Simeone előtt. Az alapkérdésre visszatérve, amit Dávid fejtegetett, nem gondolom, hogy Simeone különösebben érdekelni lesz, hogy bárki mit gondol az ő csapatának a játékára, hogyha ő azt látja hasznosnak és sikerre esélyesebbnek az Eibar ellen, és hogy beálljon védekezni, akkor szerintem ő gondolja, akkor meg fogja ezt húzni. Hát
Egyébként az Atletico Madrid nagyon jó ebben a szezonban. Nagyjából háromszor betlizett, mondjuk akkor szép pofon lett mindegyik, ugye volt a Real Madrid ellen a bajnokságban, a Liverpool elleni 4-es a BL-ben, és ugye most a Cornell ellen. Volt szerencsém az. Azt mondjuk szerintem Simeone se nagyon bánt, hogy hát kupával azt... többet nem kell foglalkozni. Meg az kicsit, egy kicsit ilyen érzésem, hogy egyrészt, hogy Simeone se nagyon bánja, bár persze azért ott játszott az agyát a meccs végén, meg ott a játékosokon is olyan érzésem volt, hogy akikkel kapcsolatban azt gondoltad, hogy jó, ki most esélyt kaptak arra, hogy megmutassák magukat, és hogy igen, kiharcolják a lehetőséget, hogy akár a bajnokságban is pályára lépjenek, hogy sokkal inkább sértésnek érezték azt, hogy ezen a meccsen játszaniuk kell, korán kaptak egy gólt, és aztán így is maradt a dolog. Ugye ez a taktikai variáció elsősorban egyébként Szaúnyigez és Lodinak a játékpercein mutatkozik meg. Szerintetek ne velük azért érdemes hosszú távon számolni, Simone meg tudja őket győzni, hogy jó, most kicsit ez a helyzet, de azért érdemes maradni a csapatnál? Már csak azért sem, mert hogy azért Saul egy elég kelendő lévő Európában. Hajjaj, és ezért sem nagyon értem a dolgot, hogy mi lehet itt a háttérben, hogy mi okoz lesz az egész probléma. Nem is volt jó formában Saul, tehát az érthető, hogy ő nem nagyon játszik mostanában, de tényleg a egyik legnagyobb értéke az Atletico-nak, úgyhogy szerintem azért neki itt van jövője. Lodi egy érdekes történet, azért ő szokott játszani, főleg azokon a mérkőzésekkel, amikor tényleg támadó szellemben próbál fellépni az Atletico Madrid, és akkor nem Hermoso játszik a védelemnek a bal oldalán, és Carrasco szárnyvédőt. Hát ő belőle egy ilyen kicsit ilyen rotációs ember lett, de hát kellenek az ilyenek, és pont azért, hogy nagyon különböző ellenfelekhez is tudjon alkalmazkodni az Atletico Madrid. Ugye úgy vezet 4 ponttal a Real Madrid előtt ez a csapat, hogy kevesebb meccset játszott. Innen lehet ezt még bukni? Vagy mostantól úgy kell beszélni, hogy az Atletico Madrid egyértelműen az első számú esélyes ennek a bajnoki címnek? El. Hát az ide még a fekete mágiáját beveti, és akkor el. De nem jó az Atletico Madrid, tehát egyelőre tényleg ők tűnnek a legesélyesebbnek itt a bajnoki címre, de hát valahogy jön fel a Barcelona, a Real Madrid, és azért mindig ott van a tűz közelben. Nyilván, hogyha itt az elmaradt meccseiket tudják hozni, az már ez egy olyan tetemes különbség, ami lehet, hogy kicsit így elkedvetleníti az üldözőket. De nem tudom, én azért még mindig nem vagyok annyira biztosabban, hogy be tudják húzni, egyébként be kéne. Diego Costa pótlás el ugye most van, és térkezik Moussa Dembélé a Lyonból. Ott nem nagyon játszott, de mégis egyébként az ő erényei és mondjuk játék képességei, azok pont, hogy egy olyan karaktert hoznak, ami Suáreznek a kiváltására alkalmas. És ezen a mérkőzésen, hát, hogyha mondjuk azt a taktikát választja, egyébként most sérült, de hogyha azt a taktikát választja, akkor pont egy ilyen mérkőzésre alkalmas lenne az emberében. Nem is az, hogy Suáreznek a kiváltására, hanem pont ez az, hogy inkább az, hogy vele az ő kiegészítésére szerintem tudna ő működni, meg tényleg az, hogy Diego Costa helyére abszolút szerintem csereszavatos lehet. Hát a mostani Diego Costának a helyére mindenféleképpen, korábbi azért egy másik történet, de ilyen játékosra volt szükség, az teljesen egyértelmű Simeonének erre a posztra most. Igen, ugye kölcsönbe jön, de ráadásul opciósokkal, tehát nem is kötelező megvásárolni, úgyhogy lehet tesztelni. Ugye Dembélé nem nagyon sokat játszott itt a Lyonban az ősszel, miközben egyébként őszi bajnok lett a Lyon Franciaországban, Isten tudja, hogy mióta. Ez egy szépen kiszorult a kezdőből, miközben az előző szezonban a BL-ben is még kapott ő fontos szerepet, meg ő azért egy időben nagyon hype-olt csatár volt, aztán mióta Rudi Garcia átvette az irányítást Lyonban, egy kicsit a háttérbe szorult, de tényleg egy erős, viszonylag gyors, gólérzékeny játékos, kell egy ilyen az Atletico Madridban, főleg úgy, hogy azért, ahogy Ádi is mondta, Costa gyakorlatilag semmit nem tett hozzá már egy jó ideje. Hát az, hogy őt visszavitték, az szerintem az elmúlt évek egyik legnagyobb flop igazolása volt. Egyébként erről az őszi bajnok Lyonról a tegnapi Hot Topicban hallhattok egyébként bőven, érdemes megnézni. De most irány az Inter Juventus találkozó. Hát érdekes az Inter is. Nemrég még Conte Magicról lehetett beszélni, aztán jött ez a hét, amikor a Sampdoria ellen 2-1-es vereség, aztán a Róma ellen a szerencsés, vagy szerencsétlen 2-2-es döntetlen. Hát mi történt a csapattal? Én imádom az Intert ebben. Komolyan mondom, mert ezek mindig valamire szórakoztatóak. Mikor menni kell az eredmény után, akkor mennek, gólakat lőnek, csak amikor meg beállnak védekezni, akkor nyelik a helyzeteket. Tehát az Inter konkrétan nem tud védekezni ebben a szezonban, és kicsit most is ez történt a Róma ellen, hogy amikor menni kellett az eredmény után, hát felborították a pályán, jött a helyzet után, meg is fordították a meccset. Aztán ugye Contét most nagyon sok kritika érte, amiatt, hogy ugye lehozta Lautaro Martínezt, meg lehozta Hakimit is a pályáról. Conte erre azt mondta, hogy hát posztra cseréltem, mert elfáradtak, nem akartunk beállni védekezni, de hogy mégiscsak ez sikerült. Úgyhogy ez is nagyon érdekes, ez Inter miért nem tud igazából annyira masszív lenni a saját térfelé, mint például az előző szezonban, tehát támadásban meg nagyon jók. És pont ezért lesz érdekes ez a Juventus elleni mérkőzés, mert a Juventus meg látszólag jó formában van, és a számaik is nagyon jók, tehát nekik van konkrétan a legjobb védekezésük most már az egész szériában. Nyilván ez annak is köszönhető, hogy egész jó a letámadásuk, meg sokat birtokolják a labdát. A támadójátékok viszont nem annyira átütő, ott szerintem látszik, hogy azért bizonyos sémák még nincsenek annyira begyakorolva, nem volt felkészülési
idén a szezon előtt, mondom én Pirlónak azért még mindig adnék időt, mert ha ezt a meccset megnyerik, akkor konkrétan ott van, hogy megint bajnoki címért tudnak harcolni. Hát igen, és ugye a Milánt is megverték, és akkor így visszatérhetnek a milánói buliba, Torinóból. Meglátjuk, azért ne rohanjunk ennyire előre. Az Inter szempontjából az mégiscsak egy 5 pontos bukás itt ezen a héten. Ez nem biztos, hogy bele fog férni. És főleg az a sok ebben, most egy dolog, hogy a Milánnal kapcsolatban nekem még mindig vannak kétségeim, hogy hosszú távon mit fog tudni ez a csapat produkálni, majd esetleg akár a bajnokság hajrájában is, de itt tényleg ez az igazán kellemetlen, hogyha a Juvét meg fel tudod húzni magadra, és meglátja az esélyt az a csapat arra, hogy még ott tavasszal lehet sanszuk, hogy megszerezik a bajnoki címet, ezért lehet ez nagyon kellemetlen, és ezért lehet baromi fontos most ez a mérkőzés. Itt ugye Juventusnál felütötte a Covid szintén magát, ugye jelenleg Cuadrado, Delikt és Alexandro mutatott pozitív tesztet, aztán meglátjuk, hogy belülük ki az, aki mondjuk vissza tud térni, vagy esetleg más is csatlakozik ehhez a brigádhoz. Azért az elég komoly névsor, főleg, hogyha védelemre gondolunk. Hát és akkor még hozzáveszed azt is, hogy Dybala sem tud játszani a sérülése miatt. Ez hát, mondjuk annyira lehet, hogy nem baj, legalábbis itt az elmúlt meccsek alapján. Ezért szerintem Kulusevski például sokkal jobban nézett ki Dybala posztján, amikor beállt most csereként. Most a Genoa ellen is ő kezdett ugye a kupában ezen a poszton Morata mellett, és nagyon jól mutattak egymás mellett, hogy ez kifejezetten ígéretes az a páros. Miközben egyébként ez a Ronaldo-Dybala páros így Pirlo szempontjából kezdett állandósulni a kezdőben. Nem feltétlenül működött, de állandósult ez a posztleosztás, és akkor felmerül egyébként egyrészt Kulusevski, meg másrészt maradt a helyzete is, akik meg egyébként amikor játszottak, akkor bizonyítottak. Jó, Moneta is sérült volt, ugye azért vált nagyjából állandó ez a Ronaldo-Dybala kettő, és azért, hogyha az idei szezon összességét nézzük, akkor Ronaldónak még mindig Morata a legjobb párja. Ha nincs Morata, akkor pedig az eddigi meccsek alapján Kulusevski, tehát szerintem most annyira nincs a nagy bajban emiatt a Juventus. Nyilván fáj, hogy megint egy játékos kidőlt, és nem lehet annyira forgatni a keretet, de szerintem ez nem akkora érvágás az ő szempontjukból. Deliktnek a hiánya az meg megint más, mert szerintem ő sokkal jobban tud alkalmazkodni ahhoz, mikor nagyon magasra feltolja a védelmét a Juventus, hogyha ő nincs a pályán, akkor ezért tud problémás lenni. Itt Chiesa is ugye kidőlt a sorból, aki kezdte még állandósítani hát egyrészt a formáját is, meg a helyét a csapatban. Én inkább ott látom Kulusevski posztját egyébként Chiesa pótlására. De nem tudom, most ezen a kupa meccsen is játszott, kint a szélen is voltak ilyen időszakok, de alapvetően inkább bent középen is tényleg Morata mellett, és kell oda szerintem, hát jó persze, hogyha megvan mindenki egészséges középen, akkor valószínűleg nem fér be még oda Kulusevski, de nagyon jól mutatott bent középen, és tényleg nagyon jól lát neki, akár csak ott, amit az első gólján, vagy a Juve első góljánál is csinált, de több olyan megoldása is volt ott, tudja ott tartani a labdát, meg tudja játszani a társakat, akkor is, hogyha ketten-hárman veszik körbe, és tényleg tud olyan megoldásokat választani. Meghúzza a váratlan. De nem tényleg, ja, tényleg. De nem tényleg, tehát egy kreatív, nagyon jó technikájú játékosról van szó, aki nagyon jól lát, és tényleg ezekben a sűrű helyzetekben is, amelyekbe bele tud keveredni az embert a 16-os közepén, és ezért ott nagyon hasznos tud lenni, vannak még bőven azért hibái, úgyhogy de egy-két éven belül szerintem ő itt ezen a poszton lehet szerintem nagyon fontos játékos a Juventusnak. És Chiesa, róla hogyan vélekedtek? Hosszú távon, illetve mondjuk ilyen néhány éves, vagy akár egy évtizedes távon? Az elmúlt meccseken baromi jól nézett, és neki tényleg ez áll jól. Tartsa a vonal mellett a pozíciót, onnan esetleg beindul befelé, vagy meghúzza a szélek felé. Nagyon gyors, jól cselező játékos. Nyilván a Fiorentinában őt is láttuk, mert nagyon sok pozícióban játszott ő második csatát is például. Mindenhol jól nézett ki egyébként szerintem, de ebben a Pirlo-féle rendszerben neki szerintem állandó helye van ott a szélen. És arra szerintem a legjobb választás. Folytassuk a római derbivel, Láció-Róma találkozó. Kicsit a Róma szempontjából visszautalva az Inter elleni mérkőzésre, nekem volt egy Fonsecának egy furcsa húzás, amit én nem nagyon értettem. Így a 89. percben Dzeko helyett beküldte azt a Borja Majorát, aki hát nem az a fejelő, meg fizikailag egy nagyon nagy bajnok lenne, miközben Dzeko pont az, hát és a meccs végén meg pont arról szólt, mert gyakorlatilag, hogy mindent íveljünk fel, aztán majd csak beszív az Inter még egy gólt. Itt azt kéne látni, igen, mi volt. Mi volt a terv? Vagy mi, tehát lehet, hogy ott volt bármi, nem tudom, sérülés egy Dzekónak, vagy nem tudom, elfáradt már, mert tényleg ez is, hogy akkor már utolsó, nem tudom, néhány perc, ami hátra van így hosszabbításban, akkor is találtán hagysz egy ilyen embert. Tehát nem tudom, Fonsecát kell megkérdezni. Oké, majd akkor mindjárt felhívom az adás után. Gonzalo Villarról viszonylag keveset beszéltünk szerintem itt az esélyesekben, és aki nagyon fontos eleme egyébként ennek a Rómának, több tekintetben is labdakihozataloknál is egyébként nagyon jól tartja a labdát. Meg már így beszélünk, az Inter ellen kifejezetten jól játszott. Igen, meg az utóbbi hetekben rendszeresen jól játszik, és van egy ilyen kellemes problémája most Fonsecának, hogy akkor kijátszon a középpályán, mert Pellegrinnek például most nagyon jó áll már egy ideje az, hogy ő kvázi ebben a 3-4-2-1-ben az egyik
támadót játsz, aki nem szélső, de ugye a fél területekben mozog befelé, például az Internek a letámadását is nagyon sokszor úgy tudták átjátszani, hogy Pellegrini lépegetett vissza és kapta meg szabadon a labdát, de Villára visszatérve, tényleg ő nem az a játékos, akitől azt fogod várni, hogy ő kialakítsa a helyzeteket, mert azt nem csinálja. Viszont abban nagyon jó, hogy egyrészt eljutatja a támadó harmadba a labdát, ahol meg ott van Mkhitaryan, meg ott van esetleg Pellegrini, és amiben tényleg nagyon jó, és amit talán említettél is, az, hogy nyomás alatt mennyire jól ki tudja hozni a labdát. Tehát egy ilyen igazi pressing rezisztens játékos, ugye az egész Róma keretben, hogyha azt nézzük, neki van a legjobb cselezési hatékonysága, úgyhogy ez egy elképesztő nagy erény, és hogyha ő így folytatja, hát akkor ilyen nagyon komoly összegekkel fognak majd házalni érte a Rómánál. Még tök vicces azt látni, hogy bármire nem voltunk hozzászokva, hogy ez mondjuk már régi dolog, hogy spanyol játékosok Olaszországban megvessék a lábukat és jó teljesítmény nyújtsanak, de egyre több ilyet látsz a szériában. Tehát, hogyha csak most végigrohansz, Fabián Ruiz, akár Luis Alberto ugye a Lációban, hogy ez kezd ez is trendé válni. Jó kis trend, ez maradjon is így. Beszéljünk Pedroról is, egy másik spanyol játékosról, aki egyébként jól kezdte a szezont, aztán így szépen hanyatlott a formája, most sérült volt, visszatérhet. Érdemes őt betenni a Láció ellen, vagy maradjunk ennél a Pellegrini féle változatnál? Hát Pellegrini szerintem nagyon jól nézett ki, most nem benném ki. Nyilván Pedrónak a sebessége az, ami egy pluszt adhat, de nekem nagyon tetszett Pellegrini. Hogyha én lennék a Róma edzője, akkor én most ott felhagynám. Szerencsére nem én vagyok a Róma érdekében. Paulo López is egy spanyol játékos a Rómánál. Most volt felé érdeklős a West Ham irányába, és mondta, hogy köszönöm szépen, én szeretnék itt maradni, és Mirantével megküzdeni a kezdőkapus pozícióját. Hát most arra gondolják, Mirantét talán, az ezer éves Mirantét talán nagyobb esély van hosszú távon kiszorítani, meg egyébként Paulo Lópeznek az elmúlt meccseken a teljesítmények, pláne itt az Interen azért elég jó volt. És hát a West Hamnél ott van egy Fabianski, aki ez egy egész jó kapus, tehát ott szerintem nehezebb dolga lenne. Ültünk már eleget Londonban. Na oké, de hogy a Róma szurkolók mit szólnak ehhez? Tehát hogy ők mennyire örülnek szerintetek Paulo López teljesítmény, és akár visszagondolhatunk az előző szezonban, mi történt mondjuk pont ezen a mérkőzésen. De látod, tehát most sincsen Mirante, tehát igazából szükségük van Paulo Lópezre ilyen szempontból is. A Lációnál is beszélünk a kapus posztról. Hát ott sincsen egy állandó, kifejezetten jó kapus, ugye legutóbb Reina védett, nem tudom, hogy ő mennyire jó megoldás egyáltalán. Na, Marco Bellottát kell reaktiválni, legyen még öregebb kapusok. Fiatal tehetség, még bármi lehet belőle, nem, hát Reinának azért nyilván vannak kvalitásai rutinjából fakadó, azért ő össze tudja rántani a védelmet, jól tud velük kommunikálni, meg azért a labdás képessége is egész kiemelkedőek, tehát még ez is egy érv mellett, hogy ő védjen. Ugye látszik, hogy 8. pozícióban vág neki ennek a találkozónak, és azt kell mondanunk, hogy sajnos ez teljesen reális egyébként a játékok minőségi alapján. Jelenleg a Láció maximum 8. legjobb csapat a szériában. Hát minden alapján 8. Tehát tényleg XGA, valós pozíció, minden. Hát ennél jobban, na most tényleg nem hazudik a tabella. Most minden a helyén van. Azt kijelenthetjük, hogy a nyári igazolásoknak az egyike sem vált be a Láció szempontjából? Hát mennyire ki tudsz mondani itt hirtelen ennyiben, aki igen. Nagyon megváltotta a világot. Nem is voltak azért annyira aktívak, de az a kevés meg... Az a bukó volt mindegyik. Immobile ebben a szezonban azért nagyon szépen szerzi a gólokat, és nem csak 11-esekről, lehet ez az én gonoszságom, de tény, ami tény, hogy én azt érzem, hogy basszus, ez a csávó mégiscsak aranykolát éri újra Lációnál. Nagyjából ugyanannyi helyzete van, mint az előző szezonban, sőt, picit még alul is lövi magát, túllövi az XG-jét egyébként, de nem annyira, mint például az előző idényben is, ebből, hogy nincsenek benne a 11-esek. Ő benne az, hogy így nagyon konzisztensen tudja tartani ezt a teljesítményt, hogyha nála is mondjuk tapasztalható lett volna egy olyan visszaesés, mint mondjuk Luis Albertónál, bár azért kezdi megint csak összeszedni magát, akkor azért nagyon nagy bajban lenne a Láció, de szerencsére azért Immobilénél ez nincsenek. Hát Caicedót kicsit ilyen megvetett figura volt legalábbis korábban a pályafutás során, de itt a Lációnál meg egy szerintem egy tökéletes cserecsatár. Utolsó perces győztes gólokkal, hogyha be kell állni, akkor hozza, amit kell, és hát ezért is fájdalmas a rengeteg pénzet. Láció mértékkel mérve rengeteg pénzet légezolt Modiki, aki meg eddig nyilván bal szerencse miatt, mert covidos volt, meg is sérült, de semmit nem nyújtott. Hát egy kvázi negyedik számú csatár, mert Korea szerintem még mind a kettők előtt szerepel. Na, de akkor beszéljünk a német futballról, Bayern München Freiburg mérkőzés, és a Bayern kapcsán hát itt felmerülnek gondok igazából. Vannak. Vannak gondok, és itt nem csak a Kiel elleni kupa kiesésre szeretnék hát az még a kisebbik nyilván, az egy kicsit ilyen freak eredmény is valahol, de ez a Gladbach meccse sokkal érdekesebb már ebből a szempontból, mert még csak azt sem mondanám, hogy 2-0 után rájut volna a Bayern a meccse, mert 2-0-ig sem játszott igazán jól, de a Gladbach meg nagyon összekapta magát, és az egész meccsen jobb volt, tök megérdemelten nyerték meg ezt a mérkőzést. Igen.
Így van. De tényleg, nekem az volt a fura, hogy én olvasgattam nagyon sokat ezzel a meccsel kapcsolatban, például nyilatkozatokat, és Goretzka nyilatkozta azt, hogy 2-0-ig az volt a legjobb meccsünk az egész szezonban, és így hát, jó, ilyen Bayern-es gólokat lőttek, amikben jó ez a flickfére Bayern, tehát én kontrapresszing után visszaszerzett labda, és akkor lendületből támadtak. Azt hittem, hogy a mázlis kezezős 11-esre hát az is egy ilyen szituáció után jött, amikor magasan átrendeződés közben visszaszerezték a labdát, és utána jött ez a kezezés, de szerintem Goretzka góljánál is magasan szereztek labdát, aztán a rendezetlen Gladbach védelemre tudta gyakorlatilag rávezetni és lőni egy baromi nagy gólt, de nekem nagyon tetszett a Gladbach játék, és szerintem tényleg nem játszott jól a Bayern München. Gyakorlatilag a mérkőzés egyik pontján sem, ugye egy héttel korábban itt a Mainz elleni mérkőzés kapcsán beszéltünk arról, hogy ez egy gyémánt felállás, amikor a Mainz lezárta a középpályát, az mennyire nem ízlett a Bayern Münchennek. Ugye Rose nem ezt a gyémánt felállást választotta, egy ilyen 4-4-2-es védekezésben kezdtek, ami a középső harmadban az valóban az volt, de magas letámadásra meg ez inkább egy ilyen 4-3-3 volt, amikor meg Stindl mélyebben helyezkedett Kimmichen, akkor meg tényleg az is inkább egy ilyen gyémántnak nézett ki, de az alapelv itt is az volt, hogy ne tudjon a Bayern középen átmenni. És hogyha megnézitek például az első Gladbach gólt, akkor az tökéletes például, hogy lezárták a pálya közepét, és Sanét pedig becsapdázták a széle, majd pedig lendületből utána le tudták rohanni a Bayern Münchent, és mindegyik gól gyakorlatilag ez volt. Tehát egy mesteri haditerv volt ez Rosétól, és azért is volt ez különösen fontos, mert 2-0-nál sem mondta azt, hogy akkor drasztikusan dobjuk el, amit eddig terveztünk, csinálták tovább, és meg volt az eredménye. A Bayern Münchennél meg vannak továbbra is ezek a gondok, hogyha a letámadáson átmennek, vagy átrendeződésben átmennek rajtuk, akkor még nyelik be a helyzeteket folyamatosan, és jó, azt tudtuk eddig is, hogy a Bayern Münchennek ebben a szezonban nem jó a védekezése, mert az intenzitás nem elég jó, a játékosok teljesítményeset visszagondolok, hogy Zülére, Boatengre, de legfőképpen Pavára. De hát itt az utóbbi 10 meccsen az a támadójáték sem olyan jó, mint előtte. Hát sőt, nagyon-nagyon visszaesett, és amikor meg, és még mindig nagyon jó a Bayern München, csak szerintem sokkal kisebb nüanszokon múlnak a meccsek, nem tudják annyira dominálni ezeket a mérkőzéseket, és amikor meg szűkül itt az óló, és kisebb a különbség, akkor sokkal inkább bennem, hogy elveszítik ezeket a mérkőzéseket. Amikor azt mondtad, hogy lezárták a középpályát, én azt úgy értékelem, hogy Kimmichet kivették a játékból, aki nagyon-nagyon fontos szerepe van ebben a csapatban, és hogyha őt kikapod, vagy kiveszed a játékból, főleg a labdakihozataloknál, a játékfelépítésből, akkor nagyon-nagyon meg tud akadni ez a Bayern. Ugye arról beszéltünk itt az előző héten még, hogy esetleg beférhet mondjuk Zakaria középpályára a Neuhaus vagy Kramer helyére, és azt találta ki Rose, hogy benhagyta a Neuhaust és Kramert is, és még betette Zakariát is, aki viszont ráadásul nem abban a mélységi, ha úgy tetszik, szervező pozíciójában játszotta a korábban, hanem kicsit a szél felé, de nagyon sokat segített ott is már a középpályás védekezésben, és akár abban is, ugye, hogy ezeket a Bayern letámadás vagy ellentámadásokat megállítsa. És akkor felmerül a probléma, amiről már Pitt is beszélt, hogy Pavárnak a játékminőség az borzasztóan visszaesett. Be kell tenni azt a Szárt, aki eddig borzasztóan játszott, vagy vissza kell húzni Kimmichet, ha visszahúzott Kimmichet, akkor nincs középpálya. Hát itt jön be az, hogy nincs Thiago, aki azért ezekben nagyon sokat tudna segíteni, és azt a Mark Rokát, akit pedig kvázi erre a szerepkörre hozták, meg Flick valamiért nem kedveli, nem játszhatja, pedig nagyon tehetséges. De ez a baj, tehát most amikor szükség lenne rá, tudna ő segíteni, hogy esetleg kapott volna már annál, nem tudom, a 4-5 meccsnél többet, amennyire Flick őt beállította bármikor ebben a szezonban, és ezért csak beférhetett volna akkor, amikor tényleg Tolisszót, meg Muciát, meg ilyen játékosokat játszott. Egész egyszerűen nem csodálom, hogy a csávónak semmi önbizalma nincsen, ő hagyta ki tegnap a 11-est is aztán a Kiel ellen. És itt felmerül a másik kérdés, hogy Flicknek van-e mondjuk tényleges erős kispadja. Ugye a pont a Gladbach elleni meccsen egy cserét hajtott végre, ugye Németországban 5-öt lehet cserélni, hogy a Kostáját Coman állt be. Kvázi posztra cserélt. Beszédes. Hát ugye Gnabry sérült volt, ugye azért nem játszott, pedig valószínűleg beállt volna, legalább csereként. És igen, ugye itt még nyáron beszéltünk talán arról, hogy a Bayernnek igazolnia kell játékosokat, mert a távozókkal együtt azért vékony lett ez a keret. Igazoltak is, csak hát Szár nem vált be, Roha nem játszik, Csupomoting meg hát Lewandowski ott van a kezdőben is játszik, tehát igazából sok fizet nem zavar. Nem lett igazából vastagabb ez a Bayern keret, minőségben legalábbis semmiképpen sem. Szerintem maximum annyiban változott ez, hogy Zané azért támadó sorban valami mélységet adott, és Musiala az, aki viszont fiatal játékosként úgy tűnik, hogy nagyon beválik, de azokon a kulcsposztokon, ha van egy gyengébb teljesítmény, akkor nem tud senkit bedobni Flick, mert vagy nincs formában, vagy nem olyan jó játékos. Hát Thiago hiányzik nagyon, ez tök egyértelmű, mert hogyha ő ott lenne a középen, akkor bőven belefér az, hogy Kimmich eljátszogasson ott a védelem jobb oldalán, és mindenki nagyon boldog lenne, de így egész egyszerűen nincsen olyan játékos, aki Kimmich helyett tudna ott játszani a középpályán, és tudna segíteni a Bayernnek elsősorban támadásban. Áll még az állításotok azzal a bajnoki címmel? Igen. Oké, jó, majd folytatjuk még ezt.
a beszélgetést. Nézzük a Freiburgot, akkor hosszabb lesz ez a beszélgetés. Igen, igen. Nézzük a Freiburgot is, akik egy 5-0-ás győzelmen vannak túl a Köln ellen. Jó, ez kellett a Köln is, de ettől függetlenül a Freiburg nagyon jó, főleg az utóbbi időben. Rosszul kezdték a bajnokságot, aztán nagyon beindult a gépezés, az elmúlt 5 meccsen 5 győzelem. Azért azt látni kell, hogy a Freiburg is jól választott ellenfeleket az utóbbi hetekben, tehát ha megnézed, gyakorlatilag... Milyen nehezen kezdődött egyébként a szezon, és milyen nehéz volt az elején a sorsolásuk. Abszolút, tehát ez alaposan belejátszik ebbe a történetbe. Rá is talált azért a játékára is Streich, de itt, ha megnézed, hogy gyakorlatilag itt az utolsó, nem tudom, 7 helyezettből 5-tel játszottak a legutóbbi 5 fordulóban, akkor az is mutatja, hogy mi mindennek az oka. Ez a Freiburg, ez nagyjából, most mondanám azt, hogy megint csak nem hazudik feltétlenül a tabella olyan nagyon, ennél sokkal feljebb nem tenném őket egyébként. Igen, tényleg jött ez a jó sorozat, kedvező ellenfelekkel, és itt a támadó játékot sikerült pont ezért így nagyon megdobni, de hogyha azt a meccsort nézzük, amióta a legutóbb kikapott a Freiburg, és jött ez a könnyebb sorozat, azóta minden mutatóban a Freiburg a legjobb csapat a Bundesligában, a legjobb támadósor, ugye a kialakított helyzetek minőségét tekintve, és a legjobb védekezése azt tekintve, hogy milyen minőségű helyzeteket engedtek az ellenfélnek, de hanem nyilván, ahogy Ádi is mondta, ezért az ellenfelek minőségének is köszönhető, nem elfeled, de persze, hogy azért ők is jól játszottak, mert főleg a támadó játékuk működött jól. És akkor vegyünk elő egy magyar támadó Salai Rolandot, aki hát úgy néz ki, talán tudja állandósítani a kezdőcsapatban a tagságát. Fontos volt is szerzett egyébként a Köln ellen, nem igaz, hogy egy beadás volt, csak be kellett passzolni a 3 méterről, de hát ott kell lenni, ott kell lenni, magas minőségű helyzetekhez oda kell érni. Egyébként jó szezonja van, 4 gólnál és 1 gólpassznál tart. Ez meg játszik, és ez a legfontosabb, hogy játszott, több poszton is játszott a korábbiakban, most itt az utóbbi hetekben, de neki is volt egy kisebb sérülése, utána volt, látszott, hogy kikerült a kezdőcsapatból, de aztán gyorsan vissza is került, és ott van, bízik benne Streich, meg egyértelműen látszik, hogy őt felépítik, cél vele kapcsolatban nyilvánvalóan, hogy hosszú távon őt majd valamikor értékesíteni akarják, még ez a pillanat odébb van, de most ez az a szezon, amikor ő kezdi tényleg azt megmutatni, hogy miért is hozták ide valóban Freiburgba, és igenis hasznos, fontos tagja ennek a csapatnak. Jelen helyzetben, jelen esetben, jelen állapotok között veszélyes lehet ez a Freiburg a Bayern Münchenre? Hát nézd, amikor a Bayern München egymás után 2 mérkőzést elveszít, és most a Gladbach elleni meccs, meg az a kilányi kupas kiesés van, és a Bayernnél, hogy a 2 meccs nem jön össze, akkor mindig krízis van, mindig botrány van. És mondom, tehát a Freiburg azért az elmúlt meccseken jól támadott, a Bayern München az nem védekezik túl jól. Szerintem simán benne van, hogy ez egy izgalmas meccs lesz. Lehet, hogy lesz egy meccs, mint a Mainz ellen. Igen, de azért játékerőben meg az a Bayern München azért jóval a Freiburg fölött áll, hogy azért ezt szerintem be fogják húzni. Hát ennyi volt már az esélyes, hogyha tetszett az a műsor, akkor nyomjatok rá egy lájkot, érdemes feliratkozni már csak azért is, mert holnap formabontó lesz Sergio Ramosszal, lesz Rázókő, és vasárnap lesz esélyesök top 10 is. Milyen témában is, rácok? Nyár legjobb, nem. Nem a legjobb, nem. Hát a nyár mondjuk így legrosszabb igazolásai ebben a szezonban, ugye miatt is legkevésbé bevált igazolásai. Már magyarázatok Na jó, szóval akkor is tartsatok velünk, további szép estét mindenkinek, sziasztok! Hello.